Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Mai magazinunkban elsőként a szilveszteri futásról láthatnak egy összeállítást. A 2016 méteres távot közel 800-an teljesítették. Kérem, tartsanak velünk! Kádi Jánossal beszélgetünk a 17. szilveszteri futáson. Elégedett, Ali bácsi? Elégedett vagyok, főleg ha azt figyelembe veszem, hogy az időjárás egy kicsit keményebbre váltott az elmúlt naphoz képest, de létszámba elértük a tavalyi szintet, egy-két fő kivételével. Egy kis jó indulattal azt mondhatom, hogy 800 fő versenyzett az idén is. Nagyon rugalmasnak látszott itt minden, gyakorlatilag összeszokott a csapat. Elégedett a szervezéssel? Több munkája van benne, mint 17 évvel, vagy kevesebb? Hát nyilván, amikor annak idején kezdtük 40-50 fővel, most meg a 800 fő, azért különbség van a kettő között. De végül is mi nem azt nézzük, hogy mennyi a munka, mert ha azt vennénk figyelembe, hogy mennyit kell tenni azért, hogy ez a verseny rétre jöhessen, akkor hozzá se fogtunk volna. Aki nem járatos ebbe a dologba, el se tudja képzelni, hogy ez mennyi munkával jár. Zárójelbe teszem, hogy ezt nem azért mondom, hogy nehezteljek vagy, mert akkor nem csinálnám. De ahogy szoktam mondani máskor is, amennyit utána kellett járni, hogy ez a szilveszteri futás létrejöhessen évenként, körülbelül Budapestet elkerültem volna gyaloglásba. Én úgy látom, azért egyre több a tombola tárgya, egyre több támogató is jelenik meg. Kik a legfontosabb támogatói a rendezvénynek? Hát nagyon örülök neki, hogy ez így látható is. A legfőbb támogatónk a Bakonyi Erőmű, aki már 17 éve támogat bennünk. Az önkormányzat, polgármester úr ajándéka évenként szintén megvan. Most legújabban már tavaly is bejött egy Kevenes Pálfai illetőségű Géci István nevű fiatalember, vállalkozó, aki hát innen 50 kilométerről képes eljönni, elhozni külön az ajándékot, azért az már nem semmi. Volt itt ma egy különlegesség is, egy cukorágyó, én azt gondolom, hogy ez is csak emelte a rendezvény színvonalát. Minden emeli a színvonalát. Minél többet csinálunk, annál szebb, annál jobb mindig. És én a magam részéről nagyon örülök annak, hogy Ajka ilyen szempontból egy kiváló, kitűnő helyszín. De nem csak a szilveszteri futásra gondolok, hanem itt van legutóbb, hogy átadta a Korcsolya pályát. Most állítólag kézilabda csarnok is készül majd, sőt, egész pályás Korcsolya pálya. Én azt gondolom, hogy ez a város megérdemli azt, amit kap, amit nyújtunk neki, és mindig azáltal lesz gazdagabb, ha mi minél többet csinálunk. Néhány szóban beszélhetünk-e a távolságról, illetve a futásnak, ennek a szilveszteri futásnak mi a legfontosabb üzenete? A legfontosabb üzenete a szilveszteri futásnak az, kezdettől fogva, hogy egyrészt népszerűsítsük a futást, mint sportot, a másik elbúcsúztassuk az új évet, és köszöntsük az újat. 2016 méter kellett, hogy megtegyenek a futók. Én úgy látom, hogy egyre régebb óta ez a városközpont az ideális helyszín. Ön is így érzi? Igen, így érzem, mert kezdetben a hotel elől volt a rajt, akkor eljutottunk a kaszinóhoz is, és most, hogy itt az Agora tér elkészült, itt annyira központosítva van minden, ami erre a célra a legalkalmasabb. Úgyhogy ennél alkalmasabb helyet el sem tudok képzelni. Magában a megtett távolságot, tehát 2016 méter, ez pedig 99-től fogva méterenként emelkedik, úgyhogy bízunk benne, hogy 30 év múlva is találkozunk itt.